Szeptember 1-én csütörtökön megkezdődik a tanév. A székesfehérvári diákok mától juthattak hozzá a tankönyvcsomagokhoz. A tanárok az intézményvezetőkkel együtt már várják az iskola kezdést. Először kezdem igazgatóként itt a munkámat. Most még gyerekek számára nyár van a pihenés, de már, amint látszik, elkezdünk készülni az új tanévre. Nagy várakozással várok ezelé, egyrészt, mint iskolavezető, másrészt, mint szülő. A szülőknek is megterhelést jelent az évkezdet, ugyanakkor tudják, bármennyire nehéz az iskolatáska, tartalommal megtöltve alapvetés. Hát valószínű, hogy nehéz lesz az iskolatáska, mivel három családban. A kisebbik és a középső kisfiúm ő idejár a Ciszterbe. Úgyhogy Anna az 6-as, az Alán az 8-as, nagyobb fiam az 13-as a Bugátba, úgyhogy a három gyereknél mindig nehéz az iskolatáska. A gyermekek számára természetesen új kihívást jelent az ősz. Tanulni kell. Még szeptemberben könnyebb szerintem. Az iskola könnyebb, ugye? Igen, mert akkor még annyira nem tanulunk. Az új tanévben az alapfokú intézményekben 7,5 ezer diák koptatja az iskolapadokat, és több mint 10.500 diák tanulhat középfokú oktatási intézményekben.